A tündérkert projekt célja, hogy az eltűnőben lévő régi gyümölcsfa fajtákat az utókor számára megmentsék. Az őshonos gyümölcsfák első otthona Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész kezdeményezésére jött létre Viszákon. Azóta már Dombóváron is létesült tündérkert. Hárman, Ambrus Lajos író, Kovács Gyula, pomológus és erdész, és én, hogy úgy látom, hogy ez amit gondolat, startvonalra állt. Én nem mondom, hogy ez már az, de startvonalra állt. Mostantól kezdve el lehet gondolkozni azon például, hogy megvásároljuk ki a kamionban hurcolt hordott. Napfény soha nem látott kétféle almát, kétféle körtét, és megveszünk és megesszük. Ahelyett, hogy a kertjeinkben, ahol van hely, kiszedni az örök zöldet és helyet oda valami vadalajba oltott régi gyümölcsfajtát, ami engem is kiszolgál, a gyerekeimet is, még az unokámat is, de még az ükunokámat is kiszolgálja. Szarvas József, Hosszú Sándor Gergely és az Éles Simon Kertbarát Egyesület meghívására érkezett Dombóvárra, és a Tündérkert projektről, a Kaszás Attila Pajta Színházról, valamint színházról és irodalomról beszélgettek. Itt Dombóváron a Tündérkertet 2016-ban kezdtem el családommal, egy üresen álló telken gondolkoztunk, hogy hasznosítsuk, és arra jutottunk, hogy Porszombatról hozunk őshonos magyar gyümölcsfákat, és ezekkel a gyümölcsfákkal ültetjük be a területet, ezzel is azért a magyar ősi gyümölcsfajtákat megőrizve, illetve most már célom, hogy helyben is népszerűsítsük ezeket a fajta gyümölcsöket. A Kárpát-medencében már több mint 100 település gyűjti a környékre jellemző őshonos gyümölcsfákat.